A szülőknek sokat jelentett a nyári szünet ideje alatt, hogy a nagyatádi közoktatási intézmény több táborozási lehetőséget is kínált a tanulóknak, így nem csak jól érezhették magukat a gyerekek, de a megfelelő felügyelet is biztosított volt a diákok számára. Közel 130 tanulónkat táboroztattuk, ez több mint 10%-a a tanuló létszámunknak. Ez minden szempontból jó és sikeresnek mondható. Két szempontot azonban kiemelnék, az egyik, hogy színes és változatos programokat tudunk így a gyermekeinknek biztosítani, sok-sok élményhez jutnak, baráti áron, nem ritka, hogy pályázati pénzből tudjuk megtámogatni ezeket a programokat, illetve a másik, talán még ennél is fontosabb szempont, hogy ne legyen csellengő gyerek. Idén 5 helyszínen várták a diákokat. Júniusban a Fonyodligeti tábor 30 éves lett, ennek az apropójából szerveztek egy fantasztikus jubileumi tábort, ahol minden nagyon jól sikerült az időjárás kivételével, ő nem volt kegyes most az idén a táborozókhoz, de ők mit sem törődtek ezzel, és nagyon szép színvonalas programokkal színesítették a napjaikat. A babai iskolában kalandtábort szerveztek a gyerekeknek, ahol minden nap más-más programmal várták a diákokat, akik ennek köszönhetően többek között Pécsre és a Balatonra is eljuthattak. Az Árpád iskolások Mindszent Kálán vándortáboroztak, emellett a pedagógusok két turnusban Nagyatádon is szerveztek napközis programot az érdeklődőknek. A nyár végén a színjátszósokat egy felkészülési táborba invitálták a tanárok, akik az Őrtilosi erdei iskolában tölthettek el néhány felejthetetlen napot. Azért volt érdekes és különleges, mert elvittük a következő csapattagjainkat is, beszerveztük. Így aztán nyugodtan mondhatom, hogy ez egy csapatépítő tábor volt. És lehet, hogy minden évben ezt mondom, de nekem ez volt eddig talán a legjobb táborom életemben, mert semmilyen fegyelmezési, szervezési probléma nem volt. Kamaszokkal voltam, és nagyon jó tapasztalataim vannak. Csillaghullást néztünk éjszaka a templom dombtetőről, kockás plédeken fekve, nagyon romantikus volt, és szeretettel várom őket jövőre is. Remélem a színészmesterségben is sikerült egy kicsit előrelépnünk. A Nagyatádi Közoktatási Intézmény az idei tanévben is számos programot szeretne rendezni, melyen a város általános iskolásai akár az óvisokkal közösen vehetnek majd részt. Szeptemberben mindjárt ennek örömére szervezünk egy nagy bulit, egy diszkót, ahova szeretettel várjuk majd az általános iskolák felső tagozatosait. Októberben meglepjük őket egy nyelvelő címmel megrendezendő nyelvi játékos vetélkedőre. Remélem, hogy sok-sok gyerek tud ezen is majd részt venni. November, december, január, február és március hónapokban folytatódik a nagyon-nagyon népszerű jégkorcsolyázás. Ide nem győzzük kielégíteni az igényeket, de nagy szeretettel várjuk a tanulóinkat. Tanítunk is korcsolyázni, és ott felügyelünk rájuk a kaposvári műjégpályán. Emellett a pedagógusok egy mini színházat is szerveznek majd a gyerekeknek, amelyre ismert előadók is meghívást kapnak. Várhatóan idén sem marad el a pécsi színház látogatással egybekötött kirándulás, tavasszal pedig az NKI egy főzőversennyel színesített retro kerti partit rendez majd a diákoknak és szüleiknek egyaránt.